A tábla is jelzi, hétfőn 8 óra 5 perckor elindult az érettség itt a Jedlikányos Informatikai és Gépipari Középiskolában is. Az utolsó percekben már csak néhányan írták a dolgozatukat, majd a tanítók előtt borítékolták a megoldásokat. Idén Karinti Frigyes két karcolatának összehasonlító elemzése, Arany János Tetemre hívás című balladájának elemzése és egy Camus mű alapján a heroikus életfelfogásról szóló érvelés volt a feladvány. Ez pedig már a folyosó, itt már azok a diákok sorakoztak, akik végeztek a magyar érettségivel. Nagy volt a nyüzsgés, a tanárok is izgatottan kérdezték tanulóikat, hogy mit és miért választottak, és hogy figyeltek-e a legfőbb szempontokra. Én azt hiszem, hogy jól felkészültek, bár a szövegértés az egy kicsit nehéz volt, inkább munkás volt, de a szövegalkotásból hát az jött, amit nagyjából vártak a gyerekek, és ugye volt 3 választási lehetőség, felkészültek, és az is látszik az időből, hogy korábban abba hagyták, hogy viszonylag könnyű volt. A jedlikesek nem ijedtek meg a kihívástól, szerintük nem volt nehéz az idei vizsga. Nem igazán tartják az iskolába itt annyira nagy mumusnak a magyart, legalábbis legtöbben úgy gondolják, hogy nem szükséges, mivel jobban rákoncentrálnak a matematikára, a fizikára, vagy a informatikára éppenséggel. Hát szerintem nem is volt annyira nehéz, legalábbis én bizakodok benne, hogy jó lett. A magyar érettségére nem sokat készültem, ugyanis a 4-5 év alatt elég jó felkészítést kaptunk. Hát ugye volt a szövegértés része, ami nekem kicsit nehezebb, mint a második része a fogalmazás, és vannak benne ezek a becsapós kérdések, és én azoknak hát sokszor könnyen bedőlök, viszont úgy érzem, hogy ez elég jól sikerült. A 240 percig írható magyar megmérettetés után kedden a matematika számon kéréssel folytatódnak az érettségi vizsgák, remélhetőleg a győri diákok akkor is hasonló optimizmussal hagyják el az osztálytermeket.